verseny utolsó szakasza. Bombaerős mezőny, káprázatos felhozatal, vagyis a női kosárlabdázást Nagyágyúj egy helyen. A soproni Kraszmai emléktornán a bajnok MKB Sopron, az ezüstérmes Mizó Pécs 2010 és a bronzérmes Szevijép Szeged mellett a szlovák bajnok Kassa pattogtat a nyári holt szezon utolsó felkészülési tornáján. Felcsúton a csapatnak megy, a pontok jönnek és az előkelő negyedik helyet foglalják el. A felcsúti foci mostanság közönség csalogatónak is mondható, hiszen Urbán Flórián csapata 15 góllal többet szerzett eddigi meccsein, mint amennyit kapott. A mostani ellenfél a Pécs, mely tavaly még az élvonalban szerepel, de eddigi eredményei alapján azt mondhatjuk, jövőre nem fog. Ha csak... Kulcsár Krisztián párbajtőrben világbajnok. Férfi karcsapatunk Zemcsi Zsolt, Rontai Balázs, Szilágyi Áron és Decsi Tamás 9 esztendő után újra világbajnok. A tűnöző Mohamed Ajda és a Kulcsár Bockó Imre Kovács összeállítású férfi párbajtőr csapatunk bronzérmes a Szentpétervári világbajnokságon. A Sporttelevízió büszke rá, hogy élőben közvetíthette az egyik legtradicionálisabb magyar sportág újabb sikereit. Szívből gratulálunk a magyar vívó válogatottnak. Lengyel-magyar két jó barát. És ha már így van, játszik egy jó barátságos mérkőzést. Mivel mi is barátságosak vagyunk, megmutatjuk önöknek ezt a meccset. Persze élőben, persze helyszíni kommentálással. Aki a magyar foci barátja, ezt nem adja ki.